Elnök úr, engedje meg, hogy boldog születésnapot kívánjak. Köszönöm szépen. Fantasztikus életutat járt be. Ha megengedi, a mai beszélgetésünk egy kicsit hosszabb lesz, és nem a megszokott témakörről fog szólni, hanem önről, az eddig bejárt útjáról. Szeretnénk megismerni Türmer Gyulát. Kezdjük a legelején. Hol született, hol nevelkedett, hol kezdte meg tanulmányait? Budapesten születtem, 1953-ban. 53 egy nevezetes esztendő, nem csak azért, mert márciusban meghalt Sztálin, áprilisban pedig megszülettem én, hanem akkor volt a magyar-angol is a 6-3, amire valamennyien emlékezünk. És azon belül pedig hát ez a szocializmus 5.-6. esztendeje volt Magyarországon. Egy új világ épült, a szüleim ennek voltak a részesei. És itt Budapesten, a Józsefvárosban, a 8. kerületben kezdtem el az életemet. Mind a mai napig ezt tartom igazából a szülőkerületemnek és a szülővárosomnak, a Józsefvárost. Milyen volt a gyerekkora? Milyen emlékei vannak a gyerekkoráról? Ez az 50-es évekről már sok mindent mondanak, de nekem jó élményeim vannak. Mi nem voltunk egy gazdag család, hát apám katona volt, anyám pedig eleinte a MÁV-nál dolgozott, mint titkárnő, aztán bedolgozó lett, tulajdonképpen otthon volt velem, és ennek meg volt az oka. Ugye apám egy szegény családban nőtt fel, és soha, amikor hazament, akkor nem várta melegét el. És az ő generációjának ez egy életprogram volt, hogyha a gyerekem hazajön az iskolából, akkor ne üres lakás várja, hanem melegétel legyen. És valóban anyám lehetővé tette, hogy mindig készétellel, melegétellel várjanak. Nem voltunk gazdagok, ugye soha se tudtam jól lakni Parizerből, most meg már nem kellene. Még talán kakaó se jutott annyi, amit szerettünk volna. Apám mindig nagy teljes volt, mindig várta, hogy a gyerek után marad egy kis kakaó. De ennek ellenére tanulhattam, iskolába járhattam, gimnáziumot végeztem, utána egyetemre mehettem, és azt gondolom, hogy megkaptam gyerekkoromban mindent, ami a gyerek fejlődéséhez kell. Vannak városok, amelyekre szívesen emlékszik vissza. Például Csongrádot nagyon sokszor emlegeti. Igen, amikor járom az országot és interjúkat készítenek, akkor sokan azt kérdezik, hogy hát maga Csongrádé. Nem, én nem vagyok Csongrád, én budapesti vagyok. A nagynéném Csongrádon lakott, és hála jó Istennek, kopogjuk le, 91 néhány évesen ma is ott lakik. Én gyerekkoromban úgy kiadták a pesti gyereket a rokonoknak, úgyhogy nagyon sokat voltam. Hát ott szerettem meg a malacokat, máig imádom a disznókat, az a legszebb állat, ami a világon van. Ott szerettem meg a Tiszát, a Tisza körös torokra jártunk le fürödni a fiatalokkal, biciklizni jártunk, és egyáltalán a parasztembert megismertem. Ugye a nagynéném férje, a nagybátyám, az egy tűzoltó főtörzsőmester volt, Szentesen szolgált, az ő családja egyszerű parasztemberek voltak, és láttam, hogy két kezük munkájával a vájkot hogyan verték, aztán hogyan lett pénzük arra, hogy téglát is vegyenek, és hogyan épült fel a Damjanics utca 25 alatt lévő kis házikó, hogyan lett hozzá aztán fürdőszoba, és egyáltalán hogyan lett ebből a családból egy kicsit jobb élet, hogyan nevelték fel a gyerekeiket. Úgyhogy Csongrádra én ma is szívesen visszajárok. A fazekasba komoly sikereket ért el tanulmányi versenyeken. Milyen sikerek ezek? Hát az élet úgy hozta, hogy mi a 8. kerületben, Józsefvárosban laktunk, és Horváth Mihály térről a fazekas van, az közel volt hozzánk. Akkoriban ezt még ilyen körzeti iskolának nevezték, fölvettek oda,
és 12 évet ott töltöttem a Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnáziumba. Nagyon jó emlékek fűznek hozzá, nem csak azért, mert ez már akkor is egy elit iskola volt, hanem kiváló tanárok voltak. Szóval ma nincs olyan tanár, mint Kottai Ferenc tanár, aki a történelemre tanított, aki mikor megtudta, hogy iskolai versenyen túl még országos versenyen is indulok, és mikor megtudta, hogy ott az egész 4 éves anyagot kellene tudni, pedig én még csak másodikas vagyok, és akkor azt mondta, hogy gyere be, fiam, és délutánonként átvesszük a 3. meg a 4. osztály. Ingyen, bérmentve. Ma ilyen nincsen. Történelemből, nyelvekből én igyekeztem jól tanulni, és a gimnáziumban is nyelvi szakon végeztem. Hát Horváth Antal tanárról volt az osztályfőnökünk, ő tanította majd később a lányomat is angolra. Hát ő 4 éven keresztül minden nap a szemünkbe vágt, hogy tehetségtelen, lusta banda vagytok, nem éritek meg azt, hogy ide a Fazekasba járjatok. Aztán 4. évben, mikor kihirdették a országos tanulmányi verseny eredményét, akkor kiderült, hogy Türmel Gyula nem tagozatos orosz nyelvben 1., történelemből 4., és hát hagyj említse meg egykori osztálytársaimat, mondjuk Magyar Bálintot is, aki akkor még Magyar János volt, és csak később lett az SZDSZ minisztere. Ő meg 1. lett történelemből, egy másik barátunk pedig angolból 1., tehát egy nagyon jó osztályban végeztünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy tisztességgel megtanultam angolul is, meg oroszul is, és hát nem beszélve persze a történelemről, amely hát mind a mai napig elkísér. Innen jön a nyelv szeretete? Hát én nagyon hálás vagyok édesanyámnak, aki nem volt egy, nem, ő nem tudott idegen nyelveket. Kubikus családból származott, amikor azt írtam a könyvembe, hogy paraszt családból származott, akkor elküldött melegebb éghajlatra, szóval nem parasztok voltunk, hanem kubikusok, az a csongrádi hierarchiában egy picivel több volt. De tudta azt, hogy a gyereket tanítatni kell. És amikor dönteni kellett, hogy a pénzt mire osszuk be, akkor a rezsi mellett, a étkezés mellett, azt mondta, tegyünk félre a gyereknek tanulásra. És 4. volt, amikor beiratott magánórára németre. És a némettel kezdődött el a nyelvszeretetem. Aztán gimnáziumba jött az angol, ugye oroszt is tanultunk akkoriban. Hát van, aki megtanulta, van, aki nem. De én igyekeztem megtanulni, úgyhogy így meg tudtam nyerni a versenyt is. Hát aztán utána, amikor már egyetemre kerültem, ott értékelték azt, hogy több nyelvet tud az ember. Így azért japán szakra irattak be. És hát 5 év alatt tanultam a japán nyelvet is. Sajnos nem volt módom arra, hogy sokat járjak Japánba, ezért gyakorlatban nem, de mind a mai napig bennem él a japán nyelv iránti szeretet. Aztán, amikor hazajöttem Moszkvából, dolgoztunk, akkor ezeket a nyelveket használtam. A nagy nyelvtanulási hullám az pedig már rendszerváltás után kezdődött. Amikor elkezdtem utazni, először Szerbiába, és rájöttem, hogy jó, értek valamit, de azért ez kevés. Ezért megtudtam szerbül, úgyhogy amikor Milosevic elnökkel beszéltem, először akkor még angolul társalogtunk, másodszorra már szerbül. Aztán jött a kínai, nagyon zavart, hogy ismerősek a karakterek, de mégse értem, úgyhogy ma már tudok azért kínaiul olvasni, és ez azt gondolom, hogy elegendő. És akkor persze elindultam Európába, mindjárt az olaszsal kezdtem, mert azt tűnt legkönnyebbnek. Hát ahhoz már hozzájöhetett a spanyol is. Később aztán ugye egy-két keleti nyelv is, cseh nyelvből is. Ugye én Schweiket nagyon szeretem, ezért mondom, hát Schweiket csehül kell olvasni, úgyhogy mindjárt igyekeztem megtanulni. Mostanság pedig hát a törökkel kínlódom. Úgyhogy nagyon helyeslem, hogy a miniszterelnök úr a törökül beszélő népekkel tartja a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy Törökországban jövő van, úgyhogy nem árt, ha tudjuk a nyelvüket. Mi az a TIT? Annak idején nagy súlyt helyeztek az országban arra, hogy minél többen tanuljanak idegen nyelveket. És volt egy társaság, aminek az volt a neve, hogy Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Ez egy közösségi szervezet volt, és különböző oktatási intézményekben tartottak tanfolyamokat, nyelvtanfolyamokat,
ezekre lehetett jelentkezni, be lehetett iratkozni. Hát az én életem is kötődik ehhez, mert hát udvaroltam a gimnáziumban egy lánynak, aztán elkísértem a közgazdaság egyetemre, ott felvételizett. De hát sokáig tartott a felvételi, mert alap-középfokra sokat kellett várni. Hát mit csináljak, hát ott sétálok a folyosón. A folyosó végén ki volt írva, hogy tolmács tanfolyam. Ott meg nem volt senki. Hát mondom, bemegyek, megnézem, hogy mit lehet. Bementem, elkezdtünk beszélgetni, fölvettek. Úgyhogy elvégeztem a tolmács tanfolyamot, aminek aztán később sok-sok hasznát vettem. Befejezte a fazekasban a tanulmányait. Említette, hogy több egyetemre is esélye volt bekerülni felvételi nélkül. Végül hova jelentkezett? 1971-ben kellett eldöntenem arra, hogy mi lesz belőle ebből a fiúból. Engem mindig érdekelt a történelem is, a nyelvek is, elkezdett a politika érdekelni. Eleinte azt gondoltam, hogy Pesten majd történelem oroszakra jelentkezek, amire fölvettek volna ugye a két vizsgáeredménynek alapján. De még az év elején meghirdettek egy pályázatot, lehetett Moszkvába jelentkezni, a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében. Ez akkor nagyon új dolog volt. Akkor kezdtek Magyarországon diplomatákat, kifejezetten diplomatákat képezni a diplomáciai szolgálat számára, és ennek egyik forrása Moszkva volt. Jelentkeztem, hát nagy volt az izgalom, mert ugye 10 helyet lehetett betölteni, és jelentkeztek vagy 200-an. Szegény apám elment mindenféle protekciót keresni, és máig emlékszem rá szinte meghatódva, hogy jött a telefon az egyik vezető elvtárstól, és mondta, hogy nem kellett a fiadnak protekció, felvették át. Szegény apám elejtette a telefont, annyira meghatódott. És utána jött 5 év Moszkvába. Ez egy nagyon kiváló egyetem volt, és nagyon sajnálom, hogy ma nem küldenek oda embereket, mert nyelvet, történelemtudást meg lehet ismerni, és még egy előnye van a külföldi tanulásnak. Ugye Magyarországot lehet szeretni, de sokkal jobban szeret az ember, amikor egy nagy hatalomból nézi, a világról tekint rá erre a kis országra, és én azt mondom, Magyarországot megtanultam jobban szeretni a moszkvai 5 év alatt. Milyen volt az élet Moszkvában? Hát ugye ez a 70-es évek, ebben az időszakban Leonid Brezsnyev vezette a Szovjetuniót. Én azt gondolom, hogy minden gondjuk ellenére ez egy nagyon kiegyensúlyozott időszak volt. Ez nem volt háború, ez még messze volt az afganisztáni háborútól, már nagyjából véget ért ugye a vietnámi háború, tehát egy ilyen békés, nyugodt időszak volt. Hát nem mondom, nem volt minden az üzletekben, de valamilyen egyesség lehetett a társadalom meg a vezetés között, mert mindenki panaszkodott, hogy hiányzik ez, hiányzik amaz, aztán amikor este elmentünk vendégségbe, akkor kiderült, hogy van terülyasztalkám. Tehát mindent be lehetett szerezni. Én azt mondom, hogy egy jó élet volt akkor a 70-es években Moszkvában. Szerettek bennünket, magyarokat, meg kell, hogy mondjam, mi egy kicsit jobban éltünk, mint a szovjet emberek. Mi meg megtanultuk becsülni őket. Hát a szovjet ember azért sokkal nagyobb áldozatokat vállalt. Azért a háború mögötte volt, és mi átéreztük, hogy tényleg mit jelent az, hogy fölszabadítónak lenni, vagy a családba, ahova később ugye benősültem, azok végigjárták a háború útjait. Apósom is ilyen volt, az ismerőseink közül is. Hát megtanultuk becsülni és szeretni a szovjet embert. Nem csak az egyetemet végezte, de a családi állapota is megváltozott. Hát, tudja, hogy van, amikor az ember külföldön van, akkor ugye előbb-utóbb magányossá válik. Hát utólag se dicsérem a kollégiumot, mert az nem volt egy jó hát az ember igyekezett tőle megszabadulni, de hát ezt csak viccesen mondom. Hát volt egy nagyon csinos japán tanárnőm. Egy bolgár fiúval versenyeztünk a kegyeiért, hát én nyertem meg a versenyt, úgyhogy hát ő lett aztán így a feleségem. És hát milyen az érdekes a sors, ezt kevesen tudják,
a család befogadott gyorsan, mert a nagymama, tehát az ő nagymamájának a férje az magyar volt, Kapitány Gyula, aki még az első világháborúban fogságba esett, és a magyar internacionalisták között harcolt. Később a szovjet hadseregbe töltött be vezető tisztséget, és a magyarok iránti szeretet az úgy megvolt a családba. Tehát egy ilyen történelmi folyamatot teremtettünk azzal, hogy ez a házasság létrejött. Gyerekek? Én büszke vagyok a gyerekeimre, büszke vagyok a családomra. Együtt nőttünk fel, még amikor hazajöttünk Moszkvából, akkor Békásmegyeren egy lakótelepi lakásban laktunk. Hát 40 négyzetméteren nőtt fel a fiam Gyula. Aztán a Baross utcába költöztünk, valamivel nagyobb lakás volt, már Marian is megszületett. Ugye két gyermek volt. Én azt látom, mindkettő nagyon becsületes és tisztességes ember lett. Örökölték talán a írástudást, a nyelv iránti szeretetet, az emberek becsületét. Mindketten újságírók lettek. Fiam sajnos nincs már közöttünk, de a emlékét a mai értelmiségben is őrzik, és nagyon sokan ismerték, és szerették őt. Lányom pedig ma is újságíró, elismert újságíró. Hasonlóan gondolkodunk a világról, és hasonlóan érezzünk az emberek iránt. Hogy tanult meg oroszul? Mint mondtam, én Magyarországon a gimnáziumban tanultam oroszul, és nyilván az átlagnál jobban tudtam, hiszen tanulmányi versenyt nyertem. Aztán kimentünk nyelvi előkészítőre az egyetem előtt Harkovba egy jó hónapra. Ha bementem a moziba, akkor azt láttam, hogy egy büdös szót nem értek. Hát mondom, baj lesz, hogyha így nem fog menni. Úgyhogy leültem, vettem egy könyvet, Leninnek az Állam és Forradalom című művét, meg egy szótárt, és az egyetemi előkészítő után, délutánonként egy tudományos intézet előtti parkban kezdtem fordítani Leninnek ezt a munkáját. Ez volt az első és egyben utolsó könyv is, amit én szótárról oroszul olvastam. Már becsülték ott az intézetből kijövő tudósok, meg tudományos munkatársak, hogy itt ül ez a magyar fiatal, Lenint olvas, és igyekszik oroszul megtanulni. Aztán utána már orosz nagyon könnyen ment, és hát eljutottunk odáig, hogy Gorbacsovnak, Brezsnyevnek, sokak másoknak tolmácsoltam. Ráadásul úgy tolmácsoltunk már orosz kollégánkkal megegyezve, hogy én fordítottam oroszra, tehát az ő anyanyelvükre, és ők fordítottak magyarra. Én azon, hogy az orosz nyelvet sikerült megtanulni. Hát persze a családnak is szerepe van, hát az embernek orosz felesége van, akkor azért egy eséllyel több van arra, hogy megtanuljon oroszul. Ön elvégezte az egyetemet, és megszerezte a vörös diplomát. Miért hívják vörös diplomának? Hát azért, mert vörös volt, de valójában kétféle diploma volt. Egy kékszínű diplomát kapott mindenki, aki elvégezte az egyetemet. A vörös azoknak járt, akik kitüntetéssel végeztek, akiknek nem volt rossz jegyük, vagy egyáltalán nem volt más jegyük, mint ötös. Hát a lányom így utólag nézte a lecke könyvemet, azt mondja, hát szégyeld magad, hát hogy lehet, hogy se egy négyes, se egy kettes, se egy hármas, csupa ötös szerezni 5 év alatt. Ebben én igyekeztem becsülettel tanulni. Tehát mindenből a többet, mindenből a jobbat. Egyébként jó alap volt a fazekas. Tehát közismereti tantárgyakból, irodalomból, Európa ismeretéből, amit megtanultam a fazekasban, azt tudtam kint is kamatoztatni. De rengeteget megtanultam a Szovjetunió történetéből, a Szovjetunió kommunista pártjának történetéből, Japánról, világról, politikai gazdaságtanról. Úgyhogy hát örültem, hogy jó eredménnyel sikerült, és vörös diplomával végezhettem. Az egyetem után hol helyezkedett el? Hát akkoriban a szocializmus idején jobban tervezték a káderek felhasználását, mint most, tehát nem bízták a véletlenre. Úgyhogy mikor mi elindultunk Moszkvába, akkor tudtuk, hogy ha valami rosszat nem csinálunk, akkor a külügyminisztériumban fogunk dolgozni.
Hát majdnem történt egy kis rossz, mert ugye eleinte nem vették jó néven, hogy megnősültem Moszkvába, de belenyugodott a külügyminisztérium is. Úgyhogy szeptember 1-én 1976-ban külügyminisztériumba kezdtem. Ugye atasé, ez a legszebb rangok egyike volt, atasé, sokan azt gondolják, hogy a tanácsos az kisebb, mint az atasé, pedig nem így van. Hát a fiatal ataséként kezdtem a munkámat, Japán területen, az ázsiai osztályon. De aztán gyorsan rájöttem arra, hogy én oroszul sokkal jobban tudok, és erre nagyobb az igény. Először ívogattak tolmácsolni, és aztán nagy fordulat következett be az életemben, amikor egyszer a miniszter, Puja Frigyes külügyminiszter orosz tolmácsa megbetegedett. Na ezt azóta is sajnálhatja, mert utána bedobtak engem, és utána már csak engem hívott a miniszter. Nagyon szép évek következtek. Tehát a magyar vezetőkkel, Puja Frigyes külügyminiszter, Marja Józseffel, miniszterelnök helyettessel, Lázár Györggyel, az akkori miniszterelnökkel bejártuk a szocialista világot. És hát ennek köszönhető volt az, hogy Kádár János mellé kerültem a későbbiekben. Közben on doktorált. Hogy szerezte meg? Hát a tudás iránti vágy, ez mindig bennem élt, és én azt gondolom, hogy tényleg jó pap holtig tanul. Hát azok az ismeretek, amit az ember az egyetemen szerez, az egy darabig jó, de ez folyamatosan újítani kell. Akkor volt egy lehetőség arra, hogy doktori címet szerezni. Erre egyébként még Moszkvában is agitáltak, a politikai gazdaságtan professzor az hívott is, hogy maradjak ott aspirantúrára, de hát az élet másképp hozta. Pesten működött a politikai főiskola, ez az MSZNP, az akkori kormánypártnak volt az iskolája, egyetemi rangú iskola, és Szántó György barátom, egy idősebb elvtársunk, aki később a munkáspártban is részt vett, ő volt a nemzetközi tanszék vezető. És mondta, hogy gyere Gyula, hát úgyis benne vagy ezekben a nemzetközi dolgokban, írtál egy jó dolgozatot az ázsiai biztonságról, hát kicsit bővíts ki, csináld meg, tedd a vizsgákat, és doktor is lehetsz. Hát valóban ez is történt, Moszkvában dolgoztam akkor, de hazaengedtek, levizsgáztunk, megünnepeltük ezt a dolgot. És sokáig nem használtam a doktori címet, mert most ibalkodó, hát meg apám való doktor volt, és én őt tartottam igazán doktornak, mert ő kandidátus volt, aztán utána a hadtudományok nagy doktora, tehát igazi tudós, én meg csak legfeljebb egy ilyen tudós jelölt voltam. De aztán valamelyik választáson, mikor a választási bizottságban rögzíteni kellett a neveket, kérdezték, hogy maga doktor, mondom, doktor, akkor beírták, kész, innen tovább már a doktor Türme Gyulaként szerepel. De emögött azért tudás áll, és a szándék, hogy tovább kell tanulni, olvasni, bővíteni az ismereteket, ez ma is megvan. Ön hogy lett a volt MSZNP-nek a tagja? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Ugye a neveltetéstől sok függ. Egy pártagnak jelentkezni, ez az kell, hogy az ember akarjon valamit tenni, nem csak magáért, hanem a közösségért. Apám tanácstag volt, akkor így hívták a kerületi képviselőket. Neki is volt fogadórája, de nálunk minden este tölöntek a népek. Tehát jöttek, az öreg néninek elromlott a csapja, akkor abba segített, a másiknak lakás kellett, a harmadiknak a fiát kellett katonának beírni. Tehát mindenkinek volt emberi problémák, és a tanácstag, Türme Gyula, idősebb igyekezett nekik segíteni. És én azt látom, hogy hazajön a szolgálatból, a Honvédelmi Minisztériumban, akkor este a közösségnek él. És ez ugye beleivódott az emberbe. Ő is pártag volt természetesen, és amikor megváltozott a MSZNP szervezeti szabályzata, és lehetővé tették, hogy 18 éves kortól jelentkezzenek a párt, én rögtön jelentkeztem. Ugye az egyik ajánlóm a kiszervezet volt, ifjúsági mozgalomból jött ez az ajánlás, és a másik ajánlom pedig Hartai Sándor tanár úr, aki akkor már a pártbizottságon dolgozott. Hát Sanyi bácsi egy fontos része volt a mi életemnek, mert annak idején még politechnikára tanított, behívta anyámat, bicikliket kellett javítani, nagyon utáltam.
És beívta anyámat, azt a Türmer anyuka, tanítassa ezt a gyereket, a két keze munkával büdös életben nem fog megélni. Úgyhogy elmentem hozzá, és mondom, hogy Sanyi Vásra szeretnék a pártba belépni. És tényleg meghatódott, és érződött rajta, hogy az ő munkájának az eredményét látja abba, hogy ma itt van ez a fiú. Hát így lettem pártra. Köztudott, hogy dolgozott Kádár János mellett. Hogy ismerkedtek meg? Hát visszatekintve az életemre, azt gondolom, hogy ez az egyik legtanulságosabb és legszebb időszaka volt ennek a 70 évnek. 1977-ben magyar küldöttség ment Moszkvába, akkor ünnepeltük a nagy októberi szocialista forradalom 60. évfordulóját. És akkor már, mint tolmácsot, mint mondtam, már úgy ismertek, és a delegáció tagja volt Lázár György miniszterelnök is. És mellé hívtak tolmácsnak, de hát a delegációt Kádár János vezette. És egy keleti pályaudvar, egy hosszú vörös szőnyegen jött be Kádár János, és akkor ők bemutattak meg, hogy Kádár elvtársát, ő lesz Lázár elvtárs tolmácsa. Kádár szerette, amikor katonásan jelentkezett, mondom, Kádár elvtárs, Türmer Gyula, jelentkezem. Elnézett ezzel, magáról nevezték el a csokit. Hirtelen nem is értettem, hogy miről beszél, aztán később kapcsolatban, persze az ő gyerekkorában, ami most van nálunk is, a Stürmer csoki, az akkor már volt és ismerte, akkor úgy megragadt. Én azt mondom, hogy attól a pillanattól, amikor így ráléptünk a vörös szőnyegre, akkor egészen haláláig Kádár János így vagy úgy, de rajtam tartotta a szemét. Tudta, hogy Moszkvába megyek később dolgozni, tudta, hogy tolmácsként megfordulok sok helyet, tudta, hogy hazahívnak a külügyi osztályra. Persze a pártban már nagyon szorosan együttműködtünk, aztán utána 85-től közvetlenül az ő munkatársa lettem, és szinte minden nap együtt voltunk. Bejártuk a Varsói Szerződés országait, Moszkvától kezdve Szófiáig. És rengeteget tanultam tőle. Elsősorban ugye a tisztességet. Ő egy tisztességes és becsületes ember volt. Senkit nem csapott be. Megtanult dolgozni. Tehát én mind a mai napig megkövetelem magamtól és a munkatársaimtól, hogy hibátlanul dolgozzanak. Tehát ha lehet hibátlanul, akkor ne kövessünk el hibát, vagy ellenőrizzük önmagunkat. Tehát a fegyelemre és rendre tanított, és még egy valami a szerénységre. Kádárnál szerényebb embert én nem ismertem, se a lakásába, se az élet vitelébe. Hát ezek azok a dolgok, amit érdemes továbbvinni. És én sokkal tartozom neki. Amikor együtt jártunk külföldön, akkor esténként, hogy mindig leültem, már mindenki hazament, megívott egy sört, azóta véleménye, hogy a sör a legjobb altató, de egyben ébreszt is. És akkor elkezdett mesélni. És akinek volt füle rá, meg készsége megérteni, az rengeteget tanult. Én azt gondolom, hogy abból, amit ő elmesélt, amit tudatni akart velünk, rengeteget tudtam tanulni, és hát ebből élek ma is. A munkáját elismerték? Hát kaptam kitüntetést a pártban, és Kádár János volt az, aki hát majdnem, hogy közben járt ebben az ügyben. Ugye már ez a rendszerváltás előtti időszak volt, amikor Szűrös Mátyás volt a Közpénzügyi titkára, és elég komoly konfliktusba kerültem már akkor vele. Szovjetunió megítélése, ellenzék megítélése, sok minden kérdés, és az osztályvezető hiába ajánlotta, hogy tüntessen neki munkaérdemrend aranyfokozattal, a KB titkára nem írt alá. Kádár érdeklődött, hogy mi van. Öt-két dolog foglalkoztatott mindig, hogy ki a szovjet referens és ki a moszkvai nagykövet. És hallotta, hogy Szűrös Eltárs nem írja alá, akkor mondta az osztályvezetőnek, hogy no, hozza le. Mi hangon beszél, hozza le. És akkor lehette, és akkor ő aláírta. Ez persze 5 perc múlva mindenki tudta, hogy megkaptam a munkaérdemrend aranyfokozatot.
És ugye mai szemmel nézve a legaranyosabb az, hogy a parlamentben adták át a kitüntetést, kiül mellettem a parlamentben Antal József, Magyarország későbbi miniszterelnöke. De a legnagyobb kitüntetés nem ez volt számomra. Legnagyobb az volt, hogy együtt lehettem Kádár Jánossal, és amikor utoljára jöttünk haza Moszkvából, akkor Nágyának, a munkatársának, ugye a vonaton mondja azt, hogy jól választottunk szovjet referenst. Hát ez az egy mondat így el, hogy mindennél többet ért. A pártban a 80-as években nagy változások mentek végbe. Milyen változások ezek? Ugye Magyarország szocialista ország volt, és ez a szocializmus az emberek többségének jobb életet adott. Én a saját családomon láttam, hát apám, anyám szegény sorból nőtek föl, tanulhattak, iskolába járhattak, apám tudós lehetett, hát ez a Horthy rendszerben lehetetlen volt. De nem mindenkinek volt az elég, hát volt, ki milliómos akart lenni. Mi nem akartunk azok lenni, de volt, aki akart. Most aki milliómos akart lenni, az igyekezett ezt a rendszert tágítani, vagy ha lehet, és ha kell, akkor megváltoztatni. Hát ilyenek voltak az akkori MSZNP-ben is. A nyugat meg folyamatosan arra hajtott, hogy na döntsük meg a szocializmus, mert kell a magyar piac, kellenek a magyar források. Ezért elég zűrzavaros volt ez a párt. Hát eljutottunk odáig, hogy a végén a szocializmus korszerűsítése címén elkezdték a kapitalizmust bevezetni. Amíg Kádár János volt, ezt nem lehetett. De 88 májusában őt fölmentették, hát elég idős volt, és utána jött Grósz Károly vezetésével egy új vezetés, és a párt ugye elkezdett kihátrálni a szocializmusból. Ugye ha azt mondjuk, hogy az MSZNP nem az egyedüli párt, hanem 100 más párt lehet, akkor az már a kapitalizmus. Ha azt mondjuk, hogy az állami üzemet el lehet adni a magántőkének, az már kapitalizmus. Ha megszüntetjük a szakszervezetet, a ifjúsági szövetséget, az már kapitalizmus. Tehát ezek a jelek azt mutatták, hogy nem jó. Én akkor Grósz Károly mellett dolgoztam, megpróbáltunk ellene tenni valamit, és személy szerint is borzalmasan nehezen éltem át az, hogy rohanunk a kapitalizmusba. De hát sajnos eljutottunk a rendszerváltáshoz. Ön hogy érte meg a rendszerváltást? Fájdalmasan. De tudja, mikor az ember belülről látja azokat a szereplőket, akiknek lett volna módjuk tenni a rendszerváltás ellen, akik képesek lettek volna nemet mondani, én meg kínlottam, mert hát túl kicsi voltam ahhoz, hogy bármit tegyek ellene, ez fájdalmas érzés volt. Grószt próbáltam én rábírni sok mindenre, de ő nem volt elég erős ember, tehát túl nagy volt neki ez a ruha. Azt gondolom, hogy rossz időben volt, nem azon a helyen, ahol kellett volna neki lenni. Ő kiváló budapesti titkár volt, még azt mondom, miniszterelnöknek is kiváló volt. Hát az az orvos volt, aki nagyon jól meg tudta a diagnózist adni, csak éppen gyógyítani nem tudott. Tehát ő tudta, hogy mi a baj Magyarországon, de nem tudta, hogy... És úszott ugye Horn Gyulával, Szűrössel, Nyers Rezsővel, akik meg ugye a kapitalizmust akarták bevezetni. A rendszerváltás azért is nehéz volt, hiszen én ott dolgoztam a párt első titkára, párt főtitkára mellett, és ugye így tanácsadóként, hatalom közelében lévő emberként annyi barátom volt, hogy el se hiszi. Sorba álltak. Aztán, amikor megtörtént a párt feloszlatása, megtörtént a rendszerváltás, ezek az úgynevezett barátok mind eltűntek, egyedül maradtunk. Ezt azért nem könnyű emberileg elviselni, de hát hál' Istennek sikerült elviselni, és hát nem először és nem utoljára sikerült talpra állni ebből a dologból. Én máig azt mondom, hogy a rendszerváltás szükségtelen volt, a szocializmus meg lehetett volna újítani. Tettünk egy lépést, tehát 87. októberében még Kádár János kiment Kínába. Utána elmentünk Gorbacsov. És én tolmácsoltam Kádárnak, és Kádár mondta Gorbacsovnak, hogy Gorbacsov eltes, hogy figyeljenek oda ezekre a kínaiakra. Azt mondja, ezek kínai módon, ezek is szocializmust akarnak.
valóban azt akarták. Gorbacsov erre nem hallgatott, a magyar vezetők Kínába csak a piacot látták, ahelyett, hogy a szocializmusnak egy új modelljét fedezték volna föl. Hogy történt meg a pártszakadás? Ugye készült a kongresszusára 1989-ben a Magyar Szocialista Munkáspárt, akkor a párttagok a küldötteiket azzal a misszióval, azzal a feladattal küldték Budapestre, hogy újítsák meg a párt, erősítsék meg. Tehát ez nem fér kétség. De volt egy csapat, Nyers Rezső, Horn Gyula, Németh Miklós, Szűrös és a többiek, nem megújítani akartak, hanem szétverni és valami más csinálni. És ezen a kongresszuson az egyik percben bejelentették, hogy akkor a megújulás egyében megszüntetjük az MSZNP-t. És a következő percben pedig bejelentették, hogy létrehoztuk a Magyar Szocialista Pártot. Hát akkor néztek rám, Bóri az újkaporó, hogy most mi történik. De sok gondolkodásra nem volt idő, mert mindjárt eljátszották az internacionálét, aztán mindenki ment haza. Voltak akkor is néhányan, akik másba gondolkodtak, de nem volt erő. Ugye Grósz akkor összegyűjtötte ott a kis csapatot, még azon is gondolkodtak, hogy itt a hadsereg valamilyen szerepet játszott, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt erre igazából készség. Szóval olyan vezetők, mint Berec, hát nem volt egészen józan már a kongresszus. A katonák nem értek semmit se, úgyhogy a rendszerváltás az elindult. Hát akkor Nyers Rezső lett a párt elnöke, az új párt elnöke, és közölték velünk, akik az apparátusban dolgozunk, hogy egy két hét, döntsük el, hogy ide vagy oda. Aki nem vállalta az MSZP-be a tagságot, az kirúgták. Hát én is vártam két hetet, hát most nem kell sietni, akkor Nyers hivatott. Nyers tudta, hogy szovjet referens, meg a Grósz tanácsadó, azért nem akármilyen személyiség. Neki nagyon kellett volna az a kapcsolatrendszer, amivel mi Moszkva irányába rendelkeztünk. És mondta, hogy maradjon. Nem. Én akarok maguknak kárt okozni, de se magával, se Németh Miklóssal, mi nem fogunk tudni együtt dolgozni. Hát itt égésből. Nagyon magának valamilyen más tervei vannak, mondta Nyers. Akkor még nem tudtam, hogy valóban vannak ilyen tervek, de hát valóban másként alakult az élet. Úgyhogy az MSZP-ben nem léptem be, elindultam a saját utamon. Hát eleinte úgy tűnt, hogy a munkanélküliek nehéz kenyerét fogom enni, és hónapokig valóban ez is volt, de hát közben elkezdtük az új pártot szervezni. És valóban más tervei voltak, hiszen nagy részt vállalt a párt szervezésében. Ezt hogy képzeljük el? Amikor felosztották az MSZNP-t, akkor hát nagyon sok párttag tiltakozott ez ellen. És szinte spontán, nagyon sok helyütt elindult a mozgalom, hogy hát nem, mi MSZNP-t akarunk, hát őrizzük meg az MSZNP-t. És akkor a nagyok, Grósz Károly, Ribánszky Róbert, Puja Frigyes, Berec János, ugye ők úgy gondolták, hogy hát akkor hívjuk össze a kongresszust, egy új kongresszust, és csináltak egy kongresszust előkészítő bizottságot. Ennek volt a feladata a kongresszus politikai és szervezeti előkészítésre. Tehát, hogy szokott lenne, a nagy emberek ritkán tudnak szervezni, és kiderült néhány nap alatt, hogy ebből sose lesz kongresszus. De Grósz talált egy jó megoldást, azt mondja, csináljunk egy kongresszust előkészítő irodát. És az iroda érre nevezzük ki Türmert Gyulát. Na ebben a minőségében rohantam végig az országot. Tényleg mindenhova eljutott, a budapesti Csepeltől, 6. kerület, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Veszprém, mindenbe jártunk, és összefogtuk azokat az erőket, akik egy új MSZNP-t akarnak. De akkor még szó se volt arról, hogy én elnök leszek. Grósznak az volt elképzelés, hogy legyek a külügyi felelős. Aztán hát sokféle név fölmerült, de a kongresszuson, amikor összejöttünk december 17-én, kiderült, hogy a küldöttek új embereket akarnak, új szellemet akarnak, új arcokat akarnak látni. És néhány fiatal küldött, máig emlékszem, Zalából, meg a 7. kerületből fölálltak, és mondta, hát ott van Türmer Gyula, ismerjük, itt volt nálunk, legyen ő. Hát ugye ki kellett menni a színpadra, és vagy elvállalom a jelölés, vagy nem. Grósz Károly mellett ültem, így ránéztem, mint egykori főnökömre. Na azt mondja, menj ki, vállald el, hát úgyse tart az egy évnél tovább.
Hát tovább tartott, mint tudjuk, de én azonnyomban megmondtam, hogy én mit szeretnék, és ez már nem nagyon tetszett az időseknek. Én az első kongresszre azt mondtam, hogy a múlt vezetői hibáztak abban, hogy elszakadtak a néptől. Amit mi csinálni fogunk, az a népszolgálat, ami a nép mellett, a dolgozók mellett fogunk állni, akármi is történik, és hát emellett igyekeztünk kitartani az elmúlt 30 évben. A rendszerváltás utáni első választáson indultak. Ön volt jelölt? Hát, ha hiszi, hanem a választás is meg kellett tanulni. Nem tudtuk, hát Magyarországon nem volt ilyen kapitalista választás. És hát akkor bevezették azt, hogy van megyei lista, országos lista, egyéni jelöltek. Tényleg nem tudtuk, hogy mi a jó. És ilyen egyéni érzések alapján mentünk. Úgyhogy Nógrád megyében, ahol már úgy kezdtek ismerni, vállalták, hogy a listán indítanak. Hát ott lett volna jó egyéniben is indulni, de valahogy ők a saját embereikben jobban bíztak akkor. Veszprémben viszont ismertek, szerettek, na indulj el Gyula nálunk. Hát a Veszprém ilyen szempontból a lehető legrosszabb döntés volt, ez egy polgár megye. Nyilván nem lehetett arra számítani, hogy ott nagy támogatás lesz. De hát emlékezetes volt ez a választás, mert akkor még úgy, akkor valahogy mindenki hitt a demokrácia romantikus időszakába. Voltak választási viták, emlékszem, Veszprém mellett egy faluba elmentünk gyűlést tartani, és hát akkor még eljártak az emberek ilyen falusi fórumokra. De ott ebbe a faluba csak egy ember jött. És én mondom, hát most egy embernek tartsak itt műsort. Egy ember ragaszkodott, tessék csak elmondani, hát azért vagyok itt, hogy meghallgassam, mert egy embernek is elmondtuk a munkáspárt programját. Akkor értünk el nagyon szép eredményt, majdnem bejutottunk a parlamentbe, és a munkáspárt ennek eredményeként sokáig a parlamenten kívüli ellenzék legerősebb pártja volt. Változott az emberek hozzáállása a kommunista eszmét felvállaló szervezettel kapcsolatban? Érte önöket agresszív behatás valamikor is? A 90-es első választás az ebből a szempontból is nagyon izgalmas volt. Hát ahogy mondtam, tanultuk, tehát próbáltuk megérteni az embereket. Még a módszereket is tanultuk. Hát ugye akkor, hogy Türme Gyula képe rajta legyen egy plakáton, hát az valamilyen borzalmas dolognak nézett ki. És szerencsére az egyik vezető társamnak, Dóczi Kálmán, aki nagykövet volt Madridban, mondta, hogy üljék vagytok, hát a kapitalizmusban az embereket mutatják meg, a vezetőket, ők képviselik a pártot, így kerültem fel a plakátra. Egyébként ugye a régi pártnak azt mondta, hogy hát ez személyi kultusz, ne hozzuk vissza Rákosit, meg hasonló ilyen csacsiságokat mondtuk. És tanulni kellett azt is, hogy mit mondjunk az embereknek. Hát a rendszerváltás előtti egy-két évben meghűítették a népet. Hát itt senki nem mondta, hogy kapitalizmus lesz, hanem azt mondta, demokrácia lesz, hát ki nem akar demokrácia, jólét lesz, hát persze, Európa lesz, vállalkozni lehet. És akkor jövünk mi, azt mondjuk, hogy gyerekek, hát a kapitalizmus azt jelenti, hogy munkanélküliség lesz, hogy lesz szegény és gazdag, hogy háborúhoz fogunk közeledni. Ezt akkor senki nem vitt el. És akkor azt mondta, hát ugye menjetek már innen el, hát kommunisták, elég volt belőletek 30 évig. Egy Gyulafi Rátótól, Veszprémtől messze volt egy gyűlés, és az egyik ilyen helyi ember folyamatosan szidott a rendezvényen, hogy a kommunistákból nem kérünk. Aztán közben már úgy kikijárt a büfébe, úgyhogy a végén már volt benne, és akkor oda jött, azt mondja, na jöjjön, megmutatom magának, hogy én mit építettem a Kádár rendszerbe. És akkor megmutatta a kacsalábon forgó családi házát. Tehát egy ilyen ellentmondásos helyzet volt. Nehéz volt azért is, mert létrejöttek kommunista ellenes szervezetek. Ugye a politikai foglyok országos szövetsége, szélső jobboldali körök. És bizony a kongresszusunk második szakaszában, Salgótarjánban szembe kerültünk velük, így test közelben. Aztán Debrecenben volt egy nagy rendezvényünk, ahol ők ott álltak több százan, és mi mellettük több százan. A rendőrök pedig várták, hogy mikor esünk egymásnak. És nagy fegyelem kellett a részünkről, hogy tényleg még csak hozzájuk se érünk.
hogy Edelényen Nagy Marikát azért szeretem azóta is, mert kiállt mellettünk, és ott védte a pártot. Most ami megváltozott 30 év alatt, az, hogy ma az emberek ezt elfogadják, és azt mondják, hogy ti tisztességes, rendes párt vagytok, nem loptatok, nem csaltatok, magyar emberek vagytok, mellettünk álltatok 30 éven keresztül. Most még nem szavazunk rátok, de lehet, hogy majd ennek is eljön az ide. A Munkáspártnak és az MSZP-nek volt kapcsolata? Hát nézd, ma már nehéz elképzelni, hogy mi volt 30 évvel ezelőtt. Ugye volt egy Magyar Szocialista Munkáspárt, 760 ezer tag. Ugye 89-ben ez megszűnt, vagy megszüntették. Ezek az emberek ismerték egymást. Együtt dolgoztak, együtt éltek, együtt laktak. És akkor hirtelen lett két párt. Az MSZP, ugye a Magyar Szocialista Párt, meg a mi munkáspártunk. Nagyok voltak az illúziók. Szóval azt gondoltuk, hogy hát majd együtt fogunk a kapitalizmus ellen küzdeni. És a tagságunk nem nagyon akarta megérteni, hogy ezek nem akarnak a kapitalizmus ellen küzdeni. Lehet, hogy a barátom igen, meg lehet, hogy a szomszédom igen, de Nyers Rezső nem, Horn Gyula nem, Németh Miklós nem, Szűrös Mátyás nem, Pozsga Imre nem. Tehát akkor nem mehetünk együtt. Ennek ellenére ugye azt mondtuk, hogy hát a választásokon, ha lehet, akkor a második fordulóban, amikor már nekünk úgy sincs esélyünk, akkor jó, szavazzunk az MSZP-re. És hosszú évekig ezt tettük. Megmondom őszintén, visszaélt az MSZP a mi támogatásunkkal, és nagyon bántuk a végén, hogy egyáltalán elindultunk velük. De hát meg kell érteni az embereknek a lélektanát. A választó víz az 2004-2005 volt, amikor mi azt mondtuk, hogy ne adják el a kórházakat. Akkor Medgyessy Péter volt a miniszterelnök, az MSZP kormánya, ők pedig el akarták adni a kórházakat. És akkor azt mondtuk, legyen egy népszavazás. Elkezdtünk gyűjteni. És akkor szembe kerültek a mi tagjaink az MSZP tagjaival, hiszen ők mellette, mi meg ellene. Akkor dönteni kell. Ezt nagyon nehéz volt elviselni, sokan elhagytak bennünket a munkáspártból, egyszerűen azért, mert úgy vélték, hogy nem akarnak konfliktust az MSZP-vel, de egy tisztulás következett. Megértették, a Magyar Szocialista Párt egy kapitalista párt, ő NATO-t akar, EU-t akar, kapitalizmust akar, mi meg nem ezt akarjuk, mi szocializmust akarunk. 2006-ban történt egy nagy szakadás a párt életében. Ezt mi okozta? Ugye az MSZP mindig abból indult ki, hogy a munkáspártnak van egy nagy szavazótábora, és ez a szavazótábor előbb vagy utóbb rájuk fog szavazni. Ugye a második fordulóban, mint mondtam, ez elő is fordult, hiszen ahol már nekünk nem volt jelöltünk, ott azt mondtuk, hogy szavazzatok az MSZP-re. De ez kevés volt az MSZP-nek. Az MSZP arra törekedett, hogy ezt az egész tábort valahogy lenyúlja, és ezt megtették az Agrárszövetséggel, megtették a kapói féle szociáldemokrat, mindenkit lenyeltek, csak bennünket nem tudtak. És akkor elhatározta az MSZP, hogy belülről bennünket szétbomlaszt. Ehhez persze megadta az indulást az, hogy mi a kórház privatizáció ellen léptünk föl. Először Medgyessy elküldte hozzánk az emberét, Nagy Sándort, és azt mondta, hogy hát megvennénk ezt a népszavazást. Hát néztem majd szemek, mit akar ez az ember. És ő azt mondta, hogy ha nem adjátok be a népszavazást, és nem lesz népszavazás, akkor majd a választásokon ezt nektek honorálni fogjuk, kaptok mindenféle tisztségeket, meg pénzt, meg nem tudom mi minden. Aztán a második körben már engem próbáltak csábítani, mondták, hogy hát te tudsz kínaiul, meg szereted őket, keresünk pekingi nagykövetet, hát tökéletes lenne ez számodra. Hát ugye mi megmondtuk azt, hogy ez a párt nem eladó, a népszavazás nem adjuk el, nekünk van becsületünk, tisztességünk van, mit akarunk élni. Na akkor elkezdtek a munkáspárton belül azokban a megyékben ellenünk szervezkedni, ahol együttműködtünk az önkormányzatokban. Hát ennek lett a vége, hogy dönteni kellett, MSZP-vel vagy MSZP nélkül, és a párt nagy veszteségeket szenvedett sajnos akkor, de túléltük. Hát megsemmisíteni bennünket nem sikerült. Ha jól tudom, a kalocsai érsek mondta önnek, hogy nagy hitű ember maga Türmer úr. Mások is becsülik elfűségéért, de volt, hogy mégis el akarták téríteni? Hát valóban
egy időben nagyon sokat jártunk a egyházi szervezeteknél, és a katolikus egyház szinte minden vezetőjével személyesen is kapcsolatba léptem. És ennek meg volt az oka. Ugye ők is a szegény emberről beszéltek, ők is a kapitalizmus ellentmondásairól beszéltek, meg mi is. Hát akkor miért ne cselekedjünk együtt? Hogy más világot akarunk, meg más az ideológiának, ennek nem volt jelentősége. És Kalocsán járva, a kalocsai érsek úr mondta nekem, hogy elnök úr maga egy nagy hitű ember, és hát hasonlóak vagyunk egymáshoz, mondta, mert ugye mindketten egy olyan világot akarunk, amiről tudjuk, hogy nem holnap valósul meg, hanem talán holnap után. Azt mondja, a különbség kettőnk között, azt mondja az érsek úr, hogy az én főnökömnek csak a végén kell elszámolni, magának meg 4 évente a kongresszusra mégiscsak számot kell adni, hogy mit értek el. Hinni kell abban, amit mi csinálunk. Marxistaként tudjuk azt, hogy a kapitalizmus rossz, hogy a kapitalizmus meg fog bukni, hogy a kapitalizmus önmagát megöli, és ezért teszünk is. De hát ez nem ma történik. Ezért nagyon erős annak a jelentősége, hogy higgyünk ebben a győzelemben, és ne engedjük magunkat eltéríteni. Ugye a rendszerváltás körül sokféle lehetőség lett volna, ugye Mark Palmert, az amerikai nagykövetőt én személyesen ismertem, és hát ő csábított. Hát persze, a főtitkár tanácsadó az egy vonzó célpont lett volna. De nem mentem az amerikaiakhoz. Az angol nagykövettel nagyon jó kapcsolatunk volt, és ő még felajánlotta, hogy gyere ki Gyula, azt mondja, Angliában néhány hónapot, 1-2 évet elleszel, átvészeled ezt az időszakot. De nem mentem Angliába. Nem itt maradtam, és itt kínlódtam tovább. Tehát én bennem mindig azért, hogy apám 56-ban 27 éves katonatiszt volt, százados, és abban a nagyon nehéz helyzetben, hogy 27 évesen tudott dönteni, hogy nem vagyok eladó, nem megyek ide, nem megyek oda, a nép mellett fogok állni, a dolgozók mellett fogok állni. Hát akkor ezzel tartozom én is, és ki kell állni a dolgoz emberek mellett, és hinni abban, hogy a mi ügyünk győzni fog. A Munkáspárt baloldali és nemzeti pártnak vallja magát, de vannak nemzetközi ügyek is. Elnök úrnak van szerepe az ország keleti nyitásában? Hát mielőtt erre válaszolok, hagyd mondjam el, hogy mi nem csak folytattuk nagy elődeink munkáját, a szocializmus ügyét, a régi MSZNP ügyét, hanem újítottunk egy sor dologba. Hát amikor az egyházakról beszéltem, akkor annak is jelentősége van, hogy mi elkezdtünk kicsit másként viszonyulni ehhez. A régi MSZNP-ben, aki hívő volt, az nem léphetett be. Hát engem megkereszteltek, de csak azért, mert a nagyanyám elvitt titokba a bazilikába. És miért lépjünk ez ellen fel? Hát aki politikailag egyetért velük, a kapitalizmus ellen van, aki a NATO ellen van, az EU ellen van, az akármilyen hívő legyen, jöjjön. Tehát ebben mi óriásit változtattunk. És változtattunk abban is, hogy persze mi marxisták vagyunk, itt élünk, Magyarországon élünk, de azért legyünk nyitottak, tehát figyeljük a világot. De a világot úgy kell figyelni, hogy mi mindig, amit csinálunk, azt itt csináljuk. Tehát a szocializmus az Magyarországon nem olyan lesz, mint a Szovjetunióban, nem olyan, mint Kínában, nem olyan, mint Kubában, ez magyar lesz, magyar. Tehát nem szabad átvennünk ugye más szabás mintákat más országoktól, ezt nekünk kell itthon a magyar sajátosságok között megteremteni. És ehhez a magyar nemzeti érdekeket kell képviselni. Én sose felejtem, amikor Kádár János a szovjet nagykövetnek, Pavlovnak mondta, hogy nézze, Pavloveltás, amikor a mi vezetőink, és Mária József volt ilyen, a magyar érdekekért száll síkra, a magyar nemzeti érdekekért, az nem azt jelenti, hogy nacionalista. A nemzeti érdeket védeni, képviselni, az nem nacionalizmus, az egy józan felfogott érdek. Hát ezt tettük mi a középpontba. Mi nem vagyunk az Európai Egyesült Államok hívei, mint a Gyurcsányék, meg a liberális pártok, de nem gondoljuk azt sem, hogy itt minden szocializmusnak egyformának kell lenni, mert magyarnak, tehát a nemzeti érdekért lépünk síkra. Nemzetközi téren mi nagyon sokat teszünk, egyszerűen azért, mert Magyarország kis ország, és egy kis országnak mindig
okos külpolitikát kell folytatni. Nagyon dühítettem, amikor a rendszerváltáskor egy pillanatig semlegesek voltunk, aztán ugye elkezdtek a magyar vezetők rohanni a NATO-ban. Miért? Miért? Hát a semlegesség jobb lett volna, de bekényszerítettek a NATO-ban. De amikor azt láttuk, hogy EU és NATO, akkor azt mondtuk, hogy hát hidakat kell építeni a másik irányba is. Hidakat. Ezért az elsők között voltunk, akik Kínába elmentünk. Hát amikor elmentem Kínába, akkor ez még gyakorlatilag hazárulásnak számított. Aztán utána elment Jeszenszky Géza és a külügyminiszter, meg most már mindenki ott van, és elindult egy nagyon komoly stratégiai együttműködés a két ország között. És én hiszem abban, hogy a jövőnk az valahol itt a Kínával való együttműködésben van. De ugyanilyen Vietnám, ugyanilyen Kuba, és hát közelebből ilyen Belarus is. Belarusban voltam én először, a magyar vezetők közül, és hál' Istennek azóta már miniszterelnök is elment. De ilyen Laos is, mi jártuk ki az utat, mi vittük oda első üzletembereket. És tesszük ezt azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a magyar nemzeti érdekeknek megfelel. És ebben a pártnak is szerepet kell vállalni, mert ugye mi kicsi ország, kicsi pártja vagyunk, abban tudunk segíteni, hogyha a világot is magunk mellé képzeljük, és tanulunk abból, ami a világban van, és a világnak meg továbbadjuk azt, amivel mi rendelkezünk, a mi tapasztalatainkat. És a nemzetközi munkásmozgalom pont ezt becsülik és értékelik bennünk. Ha jól tudom, ön előadásokat tart a Minszki Egyetemen is. A belorusz népet én nagyon szeretem. Annak idején a egyetemen a feleségem egy évfolyamtársa, Natasa volt, akinek az édesapja, és hát a család természetesen belorusz volt. Ez a Mazurov család. Mazurov, ő a SKP politikai bizottság tagja volt, egy időben belorusz első titkár, aztán miniszterelnök helyettes, és nagyon jó viszonyban voltunk egészen haláláig. Ő szeretett bennünket, mi is szerettük őket. És ugye rájöttünk, hogy belorusszok is 10 millióan vannak, mi is 10 millióan vagyunk, nincsenek történelmi akadályaink, nem követelünk egymástól semmit. Tehát ezt a kapcsolatrendszert érdemes fejleszteni. És amikor elindultam én először Belarusba, akkor azt láttam, hogy ott van egy elnök, Lukasenko. És ez a Lukasenko valamit tud. Mert ő azt mondta, hogy kérem szépen, a kapitalizmus nem jó, ezt tudjuk, ezt nem kell elmagyarázni. De akkor vegyük át, őrizzük meg a szocializmusból azt, amit mi jónak lehet tartani. Nagyipart, a nemzeti ipart. Hát miért szüntessük meg a traktorgyárat, miért szüntessük meg az autóbuszgyárat, miért szüntessük meg az élelmiszeripart. Miért zavarjuk el az embereket, akik tudnak metrót meg utat építeni? És ezt nem te, megőrizték. És ez mind a mai napig, tessék megnézni, ez az ország ebből él. És akkor azt mondta, hogy a szocializmus adott az embereknek ingyenes oktatást, ingyenes sportolást, ingyenes egészségügyet. Hát őrizzük meg. És megőrizték. És a Covidot 5 perc alatt legyőzték, amíg a nyugatiak ugye évekig kínlódtak ezzel a dologgal. Hát ezért persze gyűlölik a Lukasenkot. Mi meg szeretjük. És amikor 2010-ben és 2013-ben is találkoztam a belorusz elnökkel, akkor ezt a rokon szembet éreztem részéről is, és ezt fejeztük ki neki is. És nagy öröm volt számomra, amikor meghívtak a Minszki Állami Egyetemre, ahol elmondhattam a diákoknak, hogy mi magyarok, akik a szocializmusból jövünk, hogyan látjuk az Európai Uniót. És láttam a szemükön, hogy igen, ez más, mint amikor egy orosz mondja, vagy egy amerikai, vagy egy német mondja, hiszen mi valamilyen módon sorstársak vagyunk. Úgyhogy mind a mai napig nagy örömmel járok Minszbe, és becsülöm ezt a népet. Hát gondolj el, a háborúban 9 millió belorusból 3 milliót megöltek a németek. Csak meghajolni lehet előtt. Ön rengeteget ír, publikál, több könyve is megjelent. Beszélne ezekről néhány szóban? Hát valóban sokat kell írni. Ugye megjelentetjük a Szabadságot, a Szabadságban minden héten megjelenik a Bal szemmel egy publicisztika. Én írom. Most nem akarok álszerénységet
mutatni, de emögött azért a párt tapasztalata van. Ha nem lenne a párt, ha nem lenne a mi közös küzdelmünk, akkor nem biztos, hogy meg tudnám írni ezeket a balszemeleket. Ugye azóta ezeket kötelékbe gyűjtjük, megőrizzük a örökké valóságnak, de érdemes bele is lapozni néha, mert időszerűek, amit leírunk. Másik dolog, hogy igyekeztem földolgozni a mi történelmünket. Val nem veszik észre, hogy amit ma mi csinálunk a kapitalizmus ellen, ellenzéki pártként, ez kísértetiesen hasonlít arra, ami a két világháború között volt. Egy bukott tanácsköztársaság után kellett a munkásmozgalomnak talpra állni és eljutni a szocializmusig. Ugyanazok a módszerek, ugyanazok a feladatok. Ezt is megírtam, ez is elolvasható. És hát vannak új problémák, ugye ilyen a kínai szocializmus, ilyen a háború problematikája. Hát én örülök, hogy ezekben az írásokban az első között voltam, aki a háború veszélyére fölhívja a figyelmet. Tehát már évekkel ezelőtt beszéltünk arról, hogyha nem állunk meg ezen az úton, akkor ennek rossz lesz a vége, azt pedig úgy fogják hívni, hogy háború. És azért odafigyeltek ezekre a dolgokra. Kínában is írtunk közös munkákat, Franciaországban is jelent meg egy könyv. Ezek sok segítséget jelentenek. És hát van egy kedvenc könyvem, a beszélő kövek. Én hiszem, hogy ebben a városban, Budapesten minden kő üzen nekünk valamit. Még azok is, ahol már nincsenek emléktáblák, amik már régen elfeledtünk, de ott éltek a mi elődeink, ott éltek a mi szüleink, ott nagy dolgok történtek, ott pártok alakultak, ott harcoltak, ott küzdöttek, ott antifasiszták voltak, a németek ellen vállalták a hősi harcot, hát akkor emlékeznünk kell, és tanulni, és továbbvinni ezeket. Sokan nem tudnak elképzelni egy közszereplőt, hogy valójában milyen életet is él, átlagos életet él. Van hobbija egy pártelnöknek? Hát biztos csodákat várnának tőlünk, de azt kell, hogy nem átlagos életet élünk. Egyszer a lányom még volt egy választási bizottságban ilyen megfigyelőként, és egy mélyépesült mellett egy fiatal ember, aki azt próbálta megtudni az egy nap leforgása alatt, hogy hát ti mit esztek otthon, meg hogy éltek, meg hogy öltöztek. És akkor megdöbbenve tapasztalta, hogy hát nagyjából úgy élünk, azt tesszük, amit bárki más eszik, és ahogy élünk. Persze vannak hobbik, vannak beteljesítetlen vágyaim, amit most már valószínű, hogy sikerül megcsinálni. Én imádom a modellvasutat, annak idén úttörővasutasként tagja is voltam vasútmodellező körnek, erről fényképek is árulkodnak. Aztán utána se pénzem, se időm nem volt arra, hogy saját terepasztalt építsek. De ma is eljárok kiállításokra, és nézem, hogy mit tesznek. Hát marad a könyv, ugye nagyon szép könyvgyűjteményünk van, most már több korszaknak megfelelően. Hát ez olyan örökség lesz majd a gyerekeknek, akik követnek, hogy ezt vigyék tovább. És ebben van kínai irodalom, ebben van munkásmozgalmi irodalom, ebben van cseh irodalom, belorusz irodalom, török irodalom, tehát sok minden van. Spanyol, olasz, ezekről már nem is beszélve. És van egy sajátos kedvelésem, vannak speciális könyvek, amit gyűjtök. Ilyen persze Schweik, én Schweik azt gondolom, hogy Hasek Schweikét el kell olvasni mindenkinek évente legalább egyszer, ha politikával akar foglalkozni. Abban minden benne van, amit az emberi életről tudni kell. És azt kell csinálni, hogy ezt nekünk Schweik tanítja. A másik azt gondolom, hogy az emberiség könyve az a Biblia. Bibliát ezerszer lefordították, éppen a kor követelményeinek, a nyelvi szokásoknak megfelelően. És hát van egy olyan 60-80 kötetes
biblia gyűjteményem, különböző nyelveken, különböző korszakok fordításait, és természetesen a majdnem teljes magyar ciklus is benne van. És még olvastam is a Bibliát, de hát azt gondolom, hogy ezt tudni kell, ez a mi kultúránk, a mi érzésünk része. Tehát ha én azt mondom, hogy európai vagyok, akkor ebben benne van az, hogy elolvastam a Bibliát, és azok az értékek, amelyeket a Biblia képvisel, azt én is el tudom fogadni. Hát sétálunk, kirándulunk, sportolunk, edzőterembe járunk. Hát nagyjából így zajlik az életemnek az a része, ami ugye egyébként a munkából marad. Így a beszélgetésünk végén, ha visszatekint az elmúlt 70 évre, akkor ugyanígy, ugyanezt az utat járná végig? Hát nézem, én nem változtatnék ezen az úton. Sok hibát elkövettem, és elkövet mindenki az élete során. Biztos, hogyha jobban ismerem az embereket 37 évesen, amikor pártelnök lettem, akkor talán elébe mehettem volna sok tévedésnek. Ha nem vagyok hiszékeny, ha nem ülök fel mindenféle ígérgetésnek, ami az emberekben mindig előfordul, akkor talán kevesebb hiba van. De meggyőződésem, az alapvető dolgokban jó utat sikerült végigjárni. És ennek mögött egy oka van, az embereket kell becsülni, tisztelni, a másokat szolgálni, a közösségért tenni és együtt dolgozni. Számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy ebben a 30 évben együtt dolgozhattam a munkáspárt tagjaival. Ugye 30 évvel ezelőtt együtt csináltunk egy pártot, egy lehetetlen küldetésre vállalkoztunk. Nem csak én, ők együtt. És ez a párttagság, aki akkor elindult, mind a mai napig lelkesedéssel, hittel, munkával, anyagi támogatással segít és fönntartja a mi pártunkat. És amikor néha csüggedek, és hát minden választás után az ember azért elcsügged, akkor a fölálláshoz kell annak a tudata, hogy mi együtt vagyunk. És én nagyon köszönöm a párttagjainak, hogy együtt lehettünk, hogy együtt éltük meg ezeket az esztendőket. A 70-ből több mint 30-et együtt éltünk meg. Én köszönöm nekik, és kívánom, hogy még többet éljenek, és legyen erőnk még tovább inni. És erősítsen bennünket az a hit, hogy mi győzni fogunk. Egészen biztosan jön a szocializmus. Lehet, hogy nem holnap, de holnap után itt lesz, és ezért érdemes élni, ezért érdemes dolgozni, és ezért érdemes együtt küzdködni. Köszönöm mindenkinek!